Nem mindennapi módszerrel szeretnék az utcai randalírozást visszaszorítani Kaposztekcsön. Nem a büntetés a fő cél, hanem a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése. Megkerestetek azzal, hogy a Facebookra feltettem egy posztot, hogy ugye táblákat rongálnak, és egyéb eddig nem jellemző dolgok történnek Kaposztekcsön. Gyakorlatilag ennek van oka, viszont ez előre visz bennünket, én úgy gondolom. Az oka az az, hogy szerintem unatkoznak a fiatalok, viszont örülünk neki, hogy végre kijöttek az utcára. Gyakorlatilag eddig mi volt? Iskola volt, hazamentek, beültek a gép elé, és nem is láttuk szinte őket. Most viszont a fiatalabb, a kisgyerekek is, illetve az idősebb fiatalok is megjelentek az utcán. Badáczi Csiba Zsuzsanna elmondta, nem elsősorban a büntetés a cél, de az sem elhanyagolható. Ezek az események rávilágítottak arra, hogy ez ellen tenni kell. Gyakorlatilag nyilván emellett szeretnénk azért kamerarendszert telepíteni a településre, ez egy dolog, de elkezdtünk beszélni, tárgyalni a gyerekekkel, illetve a már idősebb fiatalokkal. Van egy konditermünk, egy kicsi, saját kezdeményezésből indult, mi a helyet adtuk nekik, és gyakorlatilag ebből nem lett egyesület annak idején, pedig előző polgármester asszonyunk Ibolya nagyon szorgalmazta nekik. Ezt most újra felélénkítettük, ezt a vonalat, tehát szeretnénk azt, hogyha tényleg lenne egy egyesület, ahova azért a fiatalok is csatlakozhatnak, gyakorlatilag lehessen egy valami csapathoz kötődni a gyerekeknek, illetve hát az idősebb fiataloknak, akik itt azért szerencsére szép számmal vannak a faluba. A legkisebbekkel is kezdeményeztek beszélgetéseket, hogy milyen programokon vennének részt szívesen. Kicsit meg is lepődtek, kicsit érdekes is volt őnek is a szituáció. Holnap jönnek is be a hivatalba, és megbeszéljük velük, hogy mi lenne az, hogy biztonságosan, jó körülmények között tudnának sportolni, biciklizni, gördeszkázni, egyéb tevékenységeket végezni. Gyakorlatilag itt, ami mögöttünk van buszmegálló, így gyakorlatilag múlt napokban úgy vettük észre, hogy 20-30 gyerek csoportosul. És ugye mondtuk nekik, hogy hát ez nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a buszmegállóba teszik ezt a tevékenységüket. Örülünk, hogy összejárnak, örülünk, hogy itt vannak, de jó lenne, hogyha ha elgondolkodnának ők is, és elindítanának bennünket is egy olyan irányba, hogy mi lenne az, hogy ő nekik egy elfoglaltságot találjunk. A hagyományos nyári táborok idén is sok gyereket vonzanak. Két hét helyett most 3 hétre raktuk ezt be őket. Gyakorlatilag nyílik a műfűves pálya, ott is mozoghatnak. Pályáztunk, játszótérre bízunk benne, hogy a Liget lakótelepen is tudunk játszóteret igényelni. Illetve hát gyakorlatilag most a gyerekek elkezdték azt, hogy igen, itt vannak a biciklik, itt vannak a rollerek, itt vannak a gördeszkák, és úgy tűnik ez megint sík lett, mint annak idején a mi gyerekkorunkban. És szeretnének ilyen pályát is. Most ezt megpróbáljuk valami közösség összefogással megbeszélni, hogy hol lehetne, mit lehetne, illetve ugye régi vágyam, hogy az innovációs központ is kicsit életre lejjen, és hogy oda is a fiatalokat, a ligetes fiatalokat be lehessen terelni egy kicsit, hogy hasznosan töltsék el az idejüket. Az őszi programok viszont már nem csak a fiataloknak szólnak. Ugye elkezdtük szervezni a közösségi programokat is. Ugye nagyon sok programunk elmaradt, a fő programunk a Pünkösd nekünk, hát ugye ez szívfájdalmunk volt. Helyette igyekszünk felturbózni egy kicsit a Szüreti Fesztiválunkat, ez szeptember 19-én lesz. Úgy tűnik, hogy meg tudunk állapodni egy meglepetés fellépővel, ami szerintem szintén a fiataloknak, de úgy az idősebb korosztálynak is szerintem nagyon meglepő lesz, és úgymond nagy durranás. Bízunk benne, hogy örülni fog neki mindenki, és gyakorlatilag az időseknek októberre, talán így most nem marad el, az idősek napja, valamint ugye szeretnénk átadni a megújult közösségi házunkat is, ezt is szeptemberre tervezzük, illetve akkor újbor helyett óbor fesztivált is tartunk, illetve pálinka versenyt, ami elmaradt a tavaszi idők alatt.